Nem is tudom, hogy emlékeztek-e még erre a játékra. Hát majdnem egy éve vettük elő utoljára. Ez gyakorlatilag egy olyan játék, hogy egy nagyon szép grafikával megáldott területen vagyunk, és meg kell oldani rajta ezen a pályán különféle feladatokat. Mindjárt rátérünk, hogy ez pontosan milyen játék, csak azt még megnézzük, hogy milyen content jött hozzá pontosan. Once upon a time-os content, gombákok, aha, hintó, kis asztal, kastély, nagyon jó, holiday level, aha, ezek a Halloween-i pálya is jött hozzá, Christmas update, tehát karácsonyi pálya, Love in Little Dioramas, Valentin napi pálya, meg a dioráma mód, nagyon zsír, és van húsvéti update is hozzá, jól van. Látjátok, hogy hiányzik jó pár acsi. Speciális karácsonyi szintet kell keresni. Gyűjts össze 17 tojást. Jó, na, mindjárt meglátjátok, hogy milyen játékról van szó. Szóval nagyon chill, nagyon relax. Waf. Ez már majdnem wuf. Így indul. Teknősöket kell gyűjtögetni. És lehet kicsinyíteni a dolgokat. 3 fokozata lehet a tárgyaknak. Látjátok. Mini, normál, óriás. Mini, normál, óriás. Na. Akkor vágjunk bele. Pipirű. Így van. Az 5. pályarész jön, és itt csak ennyi pálya van. Remélem, hogy hozzáférünk az ilyen húsvétihoz, meg a többi pályarészhez. Bízom benne, ha már ennyi content jött hozzá. Láttam egyébként, hogy jött hozzá, tehát hogy egy éve nem nyomtuk vele, és láttam, hogy jött hozzá azért tartalom, ezért gondoltam rá, hogy elővesszük. Szia, Ásár. Na hát, ez ott micsoda? Arra rá lehet rakni majd egy oszlopot. Hoppá, megvan az első. Ez a fa. Ez az utolsó lesz. Az utolsó helyre rakjuk. Az már ott világít is. Itt van egy 5 kilós súly. Valóban kell majd 5 kiló súly. Szerintem ezt tudjuk méretezni? Igen, tudjuk óriásira állítani. Megtaláltuk a tekit. Megtaláltuk a rejtett teknőst. A súllyal még nem tudjuk, hogy mit csináljunk. Ó, minden legyen óriás. Olyan, mint hogyha amúgy erre fát kéne tenni. Bár nem vágom. Szerintetek
Mit kéne most csinálnunk? Vannak súlyaink, és megvan az utolsó. Van ilyen kürt, és van házikó. De a kürtel gőzöm sincs, mit csináljunk. Kezdjük előről. Három piglet. Tehát akkor ez a három kismalac. Egyszer volt, hol nem volt, volt három kismalac. Hát valahogy, valahogy ki kell csalni őket. A súly megvan. Ez is megvan. Mi a helyzet, Calvin? Hát... Nagyon úgy néz ki, srácok, hogy elakadtunk. Kinek van tippje, hogyan menjünk tovább? Mit csináljunk? A lehető legtöbb dolgot már lekicsinyítettem. De nem emlékszem, hogy ide mi kell. Ötös gramofonnal nem lehet elfújni a szalmát meg a faházat? Ez volt egyébként a tervem, de nem gondoltam, hogy ide kell tenni. Szegény kis malacok. Dugót meg beletesszük oda. Hát köszi, köszi. Nem tudtam, hogy a... kis gramofont kell oda tenni. Meg lett a teki is. Jól van. Bénáztam. Köszi, köszi, srácok. Hát Rapunzel. Jaj, de jó, meg lehet növeszteni a haját. Jaj, ott meg valamit lekicsinyítettem. Na nézzük, ott a kis teknős. Ott egy csapóajtó. Van valahol létra. Ez micsoda? Jó, az első megvan. Levágtuk a haját. Az indákok. Az igen. Odaadta. És kell még egy létra nekünk. Ott van. Hogy elbújt, láttátok? Szia, jégszív! Üdv mindenkinek! Cinderella! Neki mi a magyar neve, srácok? Na, várjunk. Ott van bent. Érdekes ez a játék? A sátor az utolsó, a sátorállítás, hamupipőke. Ó, köszi! Emlékeztet a Grow Flash játék szériára. Nem, azt nem vágom. És kell a cipellő.
van. Ez csak akkor van nyitva, hogyha este van. Azt mondja, tetszene hasonló koncepció szép animációkkal. Tehát ott van a cipellő. Oda néz. Megadta a jutalmat. Azt nem tudom, hogy itt a kis tektős is megvan, ugye? Így van, meg lett a kis teknős. Egyszer volt... Mi ez a szöveg a live-ba? Igen, ez a closed captions. Tehát, hogy mondok valamit, és azt megpróbálja a Google nektek oda tenni. Hogy ő mire gondol, hogy én mit mondok. Van egy stopper, van egy... bögre is van egy asztal. De neked való játék, Asher? Nagyon jó cucc, nagyon jó cucc. Mert az utolsó megvan az asztal. És mivel van kannás is. De kannával nem tudom, mit kell csinálni. Az komoly. Édes Istenem! Édes Istenem! Ja, nincs sok pálya, de voltak ilyen eventesek. Jaj, lehúztam, srácok, a plédet. Van valami a sötétben. Jó. Wow, hát ez rohadt jó volt. Így van, jön még update hozzá. Na és vannak a titkos pályák. A titkos pályáknál valami különféleképp meg kell megoldani a feladatokat. Ha jól emlékszem, tehát például van, amikor itt a piramisnál kell szórakozni, és akkor úgy oldódnak fel a titkos pályák. Hát ugye látjátok, hogy most van három titkos pálya, gőzöm sincs, hogy lehet oda menni. Úgyhogy hát most megnézzük az interneten, hogy mit mondanak, mert ez a négy pálya, ez így most kevés volt. Nem is tudom, hogy egyáltalán lehet-e nyomni az eventes pályákat. Ez micsoda volt? Ez a dioráma mód? De jó, tudok építgetni, Jézusom. Oké. Okay. Wow, nagyon király. Jaj, én csak ki akartam. De let's save, azt nem nyomkodjuk. Na, például ilyet is lehet csinálni. Hol lehet az egyes? Ez csak idehozott minket, de nem oldott fel semmit. Ja, úgyhogy most meg kell nézni az interneten, hogy hogyan tudunk ezekkel a pályákkal játszani. Hát sajnálom, srácok, hogy a Halloween-i pályát például nem tudjuk nyomni, a karácsonyit se, a húsvétit se. Na nézzük.
negyedik pálya. A negyedik pályára kell menni ahhoz, hogy az egyiket feloldjuk. Így van. A negyedik pálya itt, ez kell. És elvileg a lekicsinyített nap létrehozta a fekete lyukat. Na. De ezek direkt dátumhoz vannak kötve? Valószínűleg dátumhoz vannak kötve. Na. Három teknős is van. Szevasz, Levi. Gyere. Az első már is megvan. Aha. Van egy teking. Értem. Jó, megvan a második is. Van még egy tekink. Hát valószínűleg... Igen, itt kell keresnünk majd a teknőcöt. Azon nincs. Vihold esetleg. Júj, ne! Hát, hogy azon volt a teki. A kis teknősünk. Ott van. Megvan. Jó. Megvan az összes kis teknős. Na, srácok, a fekete lyukas pálya megvan. Nézzük, hogy... Van egy ilyen gomnyomós. Igen, azt mi megcsináltuk. Van a tökös, azt is megcsináltuk. Jó, az is megvan. Következő viszont nem mutatja meg, hogy hogy lehet oda menni. Pillanat, srácok. Arra vagyok kíváncsi, hogy az ötös pályára hogy lehet oda menni. Secret Colosseum level. Ahogy nézem, ez egyébként új pálya, tehát hogy ez nem is az ötödik volt. Ez valami új, igen, a fekete lyuk, az például új. Oh.
És itt van egy achievement a Wonderlanden. Ahol a cicát kell megtalálni. Édes Istenem. Na melyik volt az, ahol cicázni kellett? Itt, ugye? Na, srácok, rá kellett volna kattintani a cicusra. Ennyi. Megvan az achievement. Jó. Ez jött tavaly október 4-én. Jött egy titkos pálya az Óz. És ezt a másodiknál kell állokkolni, az utolsón. Második, utolsó. A farmon kell állokkolni. Megnagyítjuk a felhőt. Igen. Aha. Hú, ez elég érdekes volt. Tehát megnagyítjuk a felhőt, lekicsinyítjük a felhőt. Aztán lekicsinyítjük a házat, ami itt van. Ezek ilyen speckó körülmények. Valószínűleg a fa jön most. Fát. Igen, a fát. Oké, okay. Na nézzük. Titkos szint. Ott egy kettes például. Az egyes már meg is van. A hármas is megvan. A madárjesztő. Meg kell locsolni a madárjesztőt? Vagy ez micsoda amúgy? Á, igen. Észre kellett venniük a madárjesztőt. Ez ennyi. Jó. Jött egy update október 28-án is. Igen, és ez sajnos csak hogy ez nem mindig érhető el. Akkor RIP. Akkor ezek szerint megvan minden. Így van. A karácsonyi event december 21 és 31 között volt elérhető. Valentin napi szint. Na, ezt viszont csak el kéne tudnunk kérni, nem? Ha már achievement is van hozzá. Nem, ez is csak február 11 és 17 között érhető el. De jó. De jó. Jó, és akkor gondolom a... Így van. A húsvéti event is csak április 1 és 12 között érhető el. Shit. Ez szívás. Ez szívás így. Sziasztok! Valaki el tudná magyarázni, hogy miről szól a játék? Igen, ide jössz. És... Három fokozatú kicsinyítés, nagyítást tudsz csinálni a tárgyakon. Például olyat is lehet csinálni, hogy állítod mondjuk a napot. Tehát, hogy ezek annyira nem voltak izgalmas pályák.
Például a második a szerintem látványos és izgalmas is. Tehát itt például tudod állítani a holdnak a méretét, hogy mennyire legyen apály, mennyire legyen dagály, és akkor úgy félsz hozzá ehhez is, amiatt például neked egy elemet, meg egy ládát is kapsz. Ládában a láda, van a láda, van a loot. Például ez ilyen. Ez is szerintem tök jó. Aztán mi van még itt? Valahol lehet állítani egyébként. A piramisnál van esetleg? Tessék. Eltüntettük az árnyékot a víztől, amiből felhő lett. A felhőt meg tudom növeszteni, és akkor szél van. Ami elfújja a homokot. Szóval, hogy ilyenek vannak. És ez tök király benne. De sajnos ennyi volt a játék. Én azt hittem, ne haragudjatok, de azt hittem, hogy hozzá tudunk férni ezekhez az eventekhez is, de úgy néz ki, hogy ezek időszakos eventek, és nem lehet mindig csapatni. Úgyhogy legközelebb majd jobban figyelek, amikor ez a játék update-et kap, és akkor nyomjuk majd ezeket a halloweeni, a karácsonyi eventet, a húsvétit, a Valentin napit, mert sajnos akkor ezek így kimaradnak, hogyha nem figyelek. De ennyi kontentet azért kapott, látjátok, a játszi. Sajnos a Once Upon a Time volt az utolsó update, amit tavaly kapott. Azóta pedig ilyen, ezek a limitált idejű dolgok vannak. Sajnálom.